Nem csalás, nem ámítás, ez a kreatív műhely soron következő része. Helyet cseréltünk Viviennel. Hát igyekszem majd helytállni, Veronika lesz ma is a segítőnk, és konkrétan az enyém. Mit fogunk ma készíteni? Hát Bence, karácsonyra meglepheted a barátnődet, úgyhogy a terítés a te dolgod lesz, úgy látom, karácsonykor. Gyertyatartót készítünk karácsonyi terítékhez, illetve szalvéta gyűrűt. Egy kicsit vinti stílusban. Egyszerűen elkészíthető szintén újra dekorszoft festéket használunk, és egy pici viaszpasztát, fehér arany viaszpasztát, de szerintem kezdjünk ebbe is. Igen, bele. Hát annyi titkot talán elárultunk, hogy a korábbi felvételeken azért én is itt voltam, csak a kamerák túloldalán. Most Vivi állott. Igen. Szóval azért teljesen nem leszek tudatlan itt a technikákkal kapcsolatban. Alapozunk, ha jól sejtem, vagy ezt festeni fogunk ezt. Aha, és ugyanúgy, mint az elején. Ugyanúgy, mint a hintalovat az előző adásban a karácsonyfadísznél, ezt a picit adom előre oda neked. Alig összekenjem magam valamivel. Jó, úgyhogy ezzel a festékkel légy szíves, fesd le. Kétszer fogjuk festeni, tehát kettő rétegben, és közben egy picit várjuk, hogy száradjon. Ezt mindenképpen meg akartam kérdezni, hogy egyébként mennyire jellemző, hogy férfiak térnek be hozzád az üzletben? Ritka. Volt egy meglepő élményem a nyáron, mert általában azért jönnek, mert a feleségem beküldött ezért vagy azért. Igen, megjelent egy motoros rendőr az ajtóba, és nem tudtam elképzelni, hogy Uram Isten mit szeretne. Levette a bukóját, és mondta, hogy a feleségem ezt és ezt a pillangó, fa pillangót szeretné. Tudok eléggé benne segíteni, és természetesen igen, tehát vannak ilyen helyzetek. Általában kevesebb férfi dekupázsol, illetve kreatívkodik. A hölgyek értem. Között dív ez hát, a divat igazából. Nem nyugtattál meg, akkor remélem nem fog túl nagy csorba esni a férfiasságommal. Nem hiszem, hogy ez most ártana neked, azt hiszem, hogy nem. De biztos, éppen egy szalvéta gyűrűt festek. Biztosan örülni fognak otthon neki. Egyébként vannak olyan férfiak, akik szeretik ezt, ilyen művész lélekkel megáldott férfiak, akik járnak hozzánk műhelybe is. Hát képzeld el, hogy nekem az iskolában volt olyan órám, hogy háztartástan, és imádtam. Ezt jobban szerettem, mint a technika órát, ott hasonlókat kellett csinálni. És miket csináltatok ott? Hát kis tutajt építettünk, meg tudtunk kötni, horgolni, még egy kicsit főzni is, arról is volt szó, úgyhogy... A főzés az nem árt, ha egy férfi tud főzni, úgyhogy ez mindig jól jöhet. Te figyelj, szóval én próbálom itt a peremét lefesteni, de mindig ott fogom, annyi jó, festék lejön. Majd belülről is fesd, légy szíves, csak az nem akarok szórakozni veled, de a versenyét is emeltene lefesteni. Én ezt hogy a csodába lehet megfogni meg egyáltalán? Úgy jó lesz. Oké. Okay. És ha befejezted, akkor ezt odaadom neked, még akkor ezt is tudod festeni. Ez azért jó, ez a karácsonyi készülődés, mert ilyenkor egy picit az ember is arra készül egy picit mást csinálni, mint a hétköznapjaiban, és arra készül, hogy minden szebb legyen az ünnepe. Azért gondoltam erre a gyertyatartóra is, mert egy picit emeli a estének a fényét, hogyha egy szép gyertyatartó kerül az asztalra, igen. És főleg ha tudjuk, hogy saját kézzel készül. Odaadom, és akkor a végét be tudod fejezni ennek is, jó? Itt körbe, illetve az alját is majd. Nyugodtan mondok, ha ma úgyis festékes, az ugyan fogja nyugodtan meg. Nyugodtan fog meg, igen. Festék vízzel lejön, nedves törlőkendővel lejön. Igyekszem majd nem a ruhámba beletörölni. Aztán nehogy úgy el, mint Vivi, hogy neked is örök emlék maradjon a ruhádon. De szerintem ez teljesen jól megy. Ez a történet nagyon ügyesen fás lesz. Köszönöm, Viviennek is mindig ezt mondod, úgyhogy igen. Elkezdtem gyanakodni. Nem kell gyanakodnod egyáltalán. Én előkészítettem ide már, hogy mivel fogjuk díszíteni. Ezek picik kis rózsák. Ezek levegőn száradó gyurmával készülnek. Szilikon formában. Légüres térben fogunk behozni? Nem. Csak a gyurma szárad levegőn, semmi más nem. Tehát levegőn száradó gyurma, ezt a gyurmát bele kell ebbe a szilikonformába nyomni, majd pedig kivesszük és megszárad. Ezt előtte való nap érdemes, tehát én ezt tegnap már elkészítettem.
Tehát a második réteg is megszáradt, és innentől kezdve akkor a szokásos történet jön a csiszolás, érzéssel, Bence. Jó? Ez ami porzik, ugye is? Igen, igen, igen. Most fogom megbánni, hogy sötét póló vagy ott. Így mindenhol? Egy kicsit, vagy úgy? Rusztikusan, ahogy te igen, rusztikusan, és csak egy picit mutatom. Jó? Tehát végighúzod. Így. Jó? Nem kell nagyon erősen rányomni, mert akkor leszedi az egész festéket, csak egy picit ilyen kopottas hatást adunk neki. Meg az éleket, tehát itt az éleket, az esztergált részeknél az éleket úgy. Aha. Nem kell nagyon erősen, csak azt is így körbe-körbe, úgy, ahogy aha, jó. Jó lesz úgy. Fent szintén itt a nyakánál, ott is lehet egy ilyen kis kopottas hatást adni neki. Igen, igen, mert a rusztikus szinonimája a kopottas. Kokott vagy kopott, nem mindegy. Jó, tehát itt van a következő a szalvita gyűrű, szintén ugyanúgy egy picit lépcsőtás koptasd meg. És akkor utána most fehér arany viaszpasztát fogunk rákenni. Ez az újas dolog, vagy inkább ecsettel vagy újjal, amelyikkel szeretnéd. És nagyon óvatosan, nem kell telibe ráhúzni, hanem ilyen éppen megérinted. Bearanyozom a rózsák napját. A hobbi ragasztót már megismerem, úgyhogy Az lesz ragaszthatok az. Is esetleg? Ragaszthatsz is vele. Nem, mindjárt készen van ez a kis masni, úgyhogy közben akkor a rózsa alá fogjuk ezt a masnit rakni. Először a masnit ragasztod, egy pici pöttyöt oda rakjál, légy szíves. Ki. Ezt a szalagot szépen így bele nyomjuk. És majd pedig így rárakjuk a rózsát, tehát oda a szalag közepébe, szintén egy nagyobbat, ott, ahol a... Így? Úgy. Még egy picit szerintem mehet, nem fogja megfogni, ott a masninak a közepébe is légy szíves rakjál. Hát azt is hozzá szeretném ragasztani, és ezt így rárakjuk. És ezzel készen is vagyunk. És akkor a következő, amit még gondoltam, hogy készítsünk, amit bármilyen férfi, gyermek, vagy anyuka készített. Igen, a csomagolással mindig bajban vagyok. Egyrészt nem tudok ilyen szépen csomagolni. Ezt a kolléganőm csomagolta, megsogom neked. Időnként, hogyha sietek, akkor nekem sem megy ennyire szépen ez a történet. Viszont a csomagoláshoz választottam most egy zöld szalagot, ehhez az aranycsomagolóhoz, és én azt gondolom, hogy egy picit még szebbé lehet tenni egy nagyon-nagyon szép csomagolással az ajándékot, és scrapbook táblának hívják ezeket a pici kis táblácskákat, és scrapbook papírral fogjuk bevonni. Erre és ezt fogjuk rá. Szeretettel anyának, apának, igen, 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 igen. Erre. És akkor ezekkel a scrapbook előre, lehet kapni ilyen előre gyártott scrapbook lapocskákat, ez pont ráillik, tehát úgy gyártják, hogy ez pont ráillik, ezt kivágjuk, és ráragasztjuk egy hobbi ragasztóval, vagy express ragasztóval szépen, és ezt fogjuk majd a csomagra rakni. Nagyon-nagyon ügyesen dolgoztál ezen a műhelyen, Bence, gratulálok! Köszönöm a biztató szavakat. Így néz ki a saját kezűleg gyártott vendégkártya, vagy ajándékkártya, kísérőkártya. Meg voltam róla győződve, hogy ezt csak készen lehet venni a boltokban, de most már mindenki láthat, hogy ezt otthon is meg lehet csinálni, úgyhogy erre biztatunk mindenkit. Ezúton is kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek az egész stáb nevében. A férfiakat pedig arra biztatjuk, hogy csak bátran, hiszen bárkiből lehet otthoni hobbi mester, bár egy kis segítség azért jól, úgyhogy köszönöm ezután is. Köszönöm, Bence, a bátorságot, hogy kiálltál itt most egy kis kreatívkodás erejéig, és Vivi, gyere, légy szíves a kamera mögül, légy szíves, de is ne maradj ki a mai adásból. Úgyhogy kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek. Mennyire voltál elégedett a munkával?
pillanat az operatőrök nem figyeltek oda, hogy befordult a mikroport. Gratulálok! Köszönöm, jó, nagyon könnyű volt. Tehát úgy érzem, hogy, szándékosan ez könnyű feladat. Ez az, amit elragasztottál? Igen, hát ha hátulról nézed, akkor ja, nem olyan szép, de... Nem nézzük hátulról. Köszönöm szépen, így nagyon jó. Szép lett.